Néhány napja arról volt szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok 8 orosz céget különböző szankciókkal sújtott, hiszen állítólag nemzetközi szerződéseket és megállapodásokat sértve üzleteltek Iránnal, többek közt és Szíriával. Itt a válasz, ez pedig 16 órával ezelőtti hír, Irán 15 amerikai céget sújt szankciókkal, emberi jogok megsértése miatt, illetve azért, mert Izraellel üzletelnek. Washington Post pedig arról számol be, hogy Rouhani, az iráni miniszterelnök és vezető Vladimir Putyint meglátogatta Moszkvában, és Irán és Oroszország kapcsolatát tovább erősítik. Ugyanerről számol be a Reuters is, 15 amerikai cégről beszélnek ők is, és a teljes listát meg fogjuk nézni a Press TV weboldalán, ami ugye egy iráni hírközlési fórum. Felhívnám a figyelmét a logójára mindenkinek, aki azt hiszi, hogy bárki is a rendszer ellen harcol, vagy itt vannak bármiféle ellenségeskedések az országok között, az csak figyelje a jeleket, és meg fogja érteni, hogy ez egyáltalán nem így van. Amire felhívnám a figyelmet az az, hogy ugye Irán arra hivatkozott, hogy ezek terrorizmust támogatnak, ezek a cégek, és ez tökéletesen így is van, hiszen kivétel nélkül mindegyik az izraeli hadseregnek ad el különböző fegyvereket. Amerikai cégekről van szó, természetesen a két ország legnagyobb támogatója, amit nemzetközi terrorizmusnak hívunk. Létrehozták az úgynevezett iszlám államot, vagy ISIS-t, vagy Al-Qaidát, és folyamatosan támogatják, ebből pedig hatalmas pénzeket csinálnak az évtizedek alatt, az egész közel-keletet lerombolják, és most felhasználják azokat az embereket, akik nem tudják ezt tovább elviselni, és valamit tenni akarnak a saját földjükért, legalábbis azért a földért, amit éltek, és őket terroristának hívják. És miközben Irán és Oroszország közeledik, ugyanakkor Törökország és Európa egyre inkább eltávolodik egymástól. A népszavazásról már volt szó, és annak következményeire is arról, hogy európai országok nem engedik Törökországot, hogy kampányoljon ott a külföldön élő törökök között. Természetesen ez problémákat okoz az Unió, illetve Törökország között. Arról is szó volt már korábban, hogy mivel Törökország több tízezer menekültet állít meg a határain és az Európai Unió határán, ez egy igen komoly fegyver Erdogan kezében, míg Angela Merkel arra hívta fel a figyelmet, hogy további szigorításokkal fogja, illetve szankciókkal fogja sújtani a török diplomatákat, amennyiben nem sikerül megoldaniuk ezt a vitát. Természetesen Irán és Oroszország közeledése az nem jó hír az amerikaiaknak és az Európai Uniónak, azonban azok, akik tudják, hogy ez az egész csak egy színjáték, teljesen mindegy azok számára, hiszen a végkifejlet így is, úgy is ugyanaz lesz. És ha már ott tartunk, hogy honnan is lehet ezt tudni, akkor ugyanoda kanyarodunk vissza, mint mindig, és az pedig a szimbólumok, melyeket használnak. Oroszország támogatja Iránt az úgynevezett atomprogramjában, illetve több nagyértékű szerződést is teljesítettek már a két ország között, természetesen haditechnológiáról van szó, ami tökéletesen előkészíti az utolsó nagy háborút, ami a nemzeteket fogja érinteni a világon, amiből hamarosan meglátjátok, hogy senki nem fog kimaradni. Arról számol be a szakértő, hogy ha nem Oroszország és Irán
támogatná Szíriát, illetve ugye ő a Hezbollah terrorszervezetet is megemlíti, akkor az amerikaiak már rég legyőzték volna a Szádot, ugyanúgy, ahogy tönkretették az összes többi országot a régióban. De igazából teljesen mindegy is, ha az ember érti a színjátékot, az nem egy hátrány, de a végeredmény az, ami számít, és a következmények. Én nem szeretném úgy beállítani, mintha lennének jók és rosszak, hiszen nincsenek. Ez egy csapat, és mindenki együtt dolgozik. A végcél pedig a világkormány, ami hamarosan meg fog alakulni. Természetesen addig még egy elég rögös út vezet, különösen az átlag emberek számára. És hogy mennyire összetett az egész sakkjátszma a képen, ugye természetesen Donald Trump, illetve Benjamin Netanyahu-t láthatjuk, az amerikai, illetve az izraeli államfő, és a két ország kapcsolata pedig úgy tűnik, hogy megjavulni látszik, persze ezt nem lehet tudni, hogy mi lesz a jövőben, de ha megértjük azt, hogy Oroszország, Irán, illetve Szíria egy blokkot alkot, úgymond, természetesen Kína is ehhez tartozik, akkor látjuk azt, hogy valamint az összes közel-keleti ország szinte kivétel nélkül Izrael ellen, és az amerikaiak Izraellel, akkor egy hatalmas problémának nézünk elébe. Természetesen, ahogy mondtam, az élet nem áll meg, és egy palesztin vezető meggyilkolása következtében a Hamász lezárta a Gáza övezetnek egyes részeit, és azzal fenyegette meg Izraelt, hogy amennyiben ők állnak a merénylet mögött, akkor mindenképpen megtorlásra számíthatnak. És a Hamásznak kevés kétsége van afelől, hogy ki áll valójában a támadás, illetve a merénylet mögött. Azonban, ha az ember megérti azt, hogy mind a Hamász, mind pedig az összes többi úgynevezett terrorista szervezet egykoron a kormányok által lett felállítva, és továbbra is folyamatosan ők azok, akik pénzelik és ellátják eszközökkel, és kiképzéssel, és tudással, és információval, akkor megérthetjük azt, hogy ez a háború soha véget nem ér egészen addig, amíg azok, akik uralják és irányítják a világot, nem akarják, és az pedig csak akkor lesz, mikor elérik a céljukat. A céljuk pedig nem más, mint az egy világkormány, hogy az egész népességét a világnak egy szervezet alá tömörítsék. Színjáték mindeközben zajlik Franciaországban. Természetesen a választásokról van szó, ahol Marine Le Pen az úgynevezett szélsőjobboldali garnitúra képviselője igencsak esélyes arra, hogy vezető szerepet tölt majd be a jövőben az országban, és az egyik legfontosabb üzenete az, hogy ki kell lépniük az Európai Unióból. Sőt, nem csak az, hogy kilépnek, hanem hogy lerombolják az egész Európai Uniót. Nehéz eldönteni azt, hogy ezek az emberek önszántukból mennek ki, vagy pedig így vannak fizetve, de és hogy melyik a borzasztó, valószínűleg mind a kettő elég borzasztó, de egyáltalán nem tartom elképzelhetetlenek, hogy még mindig van ennyi ember a világon, illetve nem csak a világon, hanem Franciaországban és a társadalomban, akik azt gondolják, hogy ennek a színjátéknak, amit demokráciának vagy választásoknak hívnak, van bármiféle jelentősége arra nézve, hogy mi a jövő. Itt arról beszél, hogy az Európai Unió meg fog halni, mert az emberek nem akarják többé. Érdekes az is, hogy azt állítja ugye, hogy a globalisták azok félelemben nézik azt, ami történik, és a borzasztó az, hogy az emberek ezt elhiszik, egyszerűen hihetetlen, de sajnos ez van. A globalisták mozgatják őt ugyanúgy, mint az összes többi oldalt, az összes többi mozgalmat, tüntetést, felkelést, lázadást, mindent. Az összes demokráciát, az összes választást, petíciót. Globalistákat egyáltalán nem érdekli, hogy az emberek mit gondolnak. Ők pontosan tudják, hogy mi fog történni. Az emberek azok,
akik úgy ugrálnak, ahogy ők fütyülnek neki. És Németországban a helyzet hasonló, mégpedig Merkel győzelmet alatt aratott Saarland régióban, tehát úgy tűnik, hogy a főpróbán igen jól teljesít ő is. Ez természetesen része, egyrészt a feminista mozgalomnak, másrészt annak a törekvésnek, hogy még jobban szétszabdalják Európát. Ugye Németország igen erősen ragaszkodik az EU-hoz, míg Nagy-Britannia már kilépett, és ahogy látjuk, Franciaország is ugyanezen az úton halad. De kanyarodjunk vissza oda, amikor arról volt szó, hogy senki nem maradt ki a háborúból, ez Románia, ahol amerikai katonák gyakorlatoznak. Ez pedig Észtország, ahol pedig brit, illetve francia katonák érkeztek, hogy úgymond támogassák a régiót. Ez mindenkit aggodalommal kell, hogy eltöltsön, hiszen Oroszország ezt nem fogja jó néven venni, különösen akkor, amikor ugyanez a történet Skandináviában, szinte mindenhol, és természetesen a Közel-Keleten és Oroszország déli határainál. Ezeknek a különböző egységeknek a célja pedig az, hogy együttesen tudják felvenni a harcot Oroszországgal. Ez az, amiért ezek a műveletek folynak. Most már remélhetőleg, hogy összeállt mindenki számára a kép, hogy miért is jelentős Törökország és Németország, valamint az egész EU szembenállása, ugyanis ez esetben Törökország Oroszországgal, Iránnal és Kínával fog egységes frontot alkotni, ami eléggé kiegyenlíti az erőviszonyokat. Ekközben Oroszország egy új hadibázist épít Észak-Szíriában, ami az amerikaiak által támogatott kurdok irányítása alatt áll. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a helyzet olyannyira komplikált és szövevényes, hogy nem egyszerű megérteni, de még egyszer mondom, a lényeg egyáltalán nem az, hogy mi az, ami a színpadon történik, illetve mi az, amit nekünk mondanak. A lényeg az, hogy mi lesz ezeknek a dolgoknak következménye, és merre vezet ez az egész probléma. Továbbá Amerikai Egyesült Államok és Dél-Korea természetesen szövetségesek Észak-Korea ellen, ugyanakkor Donald Trump arról biztosította AB japán miniszterelnököt, hogy az Amerikai Egyesült Államok mindig szövetségese marad Japánnak. Azok, akik várnak a nagy megtévesztésre és arra az időszakra, amikor az ellenség majd megvezeti az egész világot, azok lekésték az a nagy eseményt, ugyanis ez megtörtént évezredekkel ezelőtt, és mi abban élünk mindvégig. Mindenki arra vár, hogy béke és biztonság legyen a világon, és arról is beszél szinte mindenki, aki a nemzetközi politikában bármiféle szerepet is betölt. Azonban az embereknek meg kell érteni azt, hogy béke és biztonság nem lesz a világon mindaddig, amíg el nem hozza azt a megváltó. Minden figyelmeztetés ott van leírva, és mindig is ott volt. Az emberek sajnos nem hajlandók azt komolyan venni, és nem hajlandók azt elolvasni. Ez, amit látunk a világon, ez az a szülési fájdalom, amiről ír az írás. Ez az, amikor egy új nép születik a világon, és mindenki, aki nem hajlandó elfogadni a teremtő szabályrendszerét és instrukcióit, az el fog tűnni a világgal együtt. Aki viszont hajlandó elfogadni azt, azt nem fogja sötétségben hagyni, hanem annak megmutatja az igazságot, és az érteni fogja azt, hogy mi történik a világon, és mi az, amit tennünk kell annak érdekében, hogy mi ne tűnjünk el a világ és az emberiség túlnyomó többségével. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, és sikerül megérteni azt egyre több embernek, hogy nincsenek országok, soha nem is voltak, mindig is egy rendszer uralkodott a világon, csak különbözőképpen hívták, különböző emberek álltak az élén, és úgy tűnt, különböző érdekeket képviselnek.
azonban a történelem során végigvonul egy eszmerendszer és egy érdek, ez pedig nem más, mint az a világkormány, aminek a megalakulását hamarosan mindannyian, akik eljutunk odáig, meg fogjuk látni. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!